Ez a csodálatos napsütés és szeptemberi napot nem tudtuk kihagyni, és nyeregbe pattaltunk, hogy egy rövid kört guruljunk itt nyugat felé. Kedvenc utunkon indulunk először, a 811-esen Székesfehérvár felé, utána pedig Veszprémtől a 82-esen megyünk föl Csesznekilárig, majd meglátogatjuk az apátságot Pannonhalmán. Pannonhalma után Tata felé vesszük az irányt, ahol megnézzük a tatai várat és az öregtavat, onnan pedig Tarjánba jövünk át, hogy egy fantasztikus pizzát fogyasszunk el a Kraftwerk bisztróban. Ha lesz időnk, akkor közben Tatabánya fölött megnézzük a turulmadarat is. Tartsatok velünk ma! Hosszú túra előtt érdemes megnézni a gumiknak az állapotát is, kopásjelzőhöz mennyire van közel. Ha azt érezzük, hogy már nem férne bele a túrának a távja, akkor inkább cseréltessük le a gumit és rakassunk fel egy újat. Ha a keréknyomás ellenőrzése közben azt tapasztaljuk, hogy alacsony a keréknyomásunk, akkor szintén érdemes szemügyre venni a gumikat, hogy hátha találunk benne egy szeget, vagy bármilyen olyan nem odaillő tárgyat, ami miatt ereszthet a gumi. Ebben az esetben szintén el kell mennünk egy gumishoz, és még a túra előtt rendbe kell tetetnünk a gumit.